srácok, és üdv újra itt a csatornán. Ma egy nagyon fura dolgot fogunk kipróbálni. Az egyikötök költi nekem Instagramon, ide be fogom rakni a levelet, amiben kb. Az állt, hogy ne rendeljünk a Burger Kingből hajnali 3 óra 33-kor 3330 forint értékben, mert akkor valami rossz dolog fog történni. Arra gondoltam, hogy ezt teszteljük együtt egy videóban, és mindenképpen szorítsatok, hogy ne történjen semmi, és ne találjon meg most megint ez az idegen, mert akármikor rendelek a Mekiből, Burger Kingből, és akárhol vagyok, mindig megtalál. De most különösen a szalvétát fogjuk majd megnézni, mert általában arra van írva valami. Úgyhogy ja, reméljük most a legjobbakat. Ha tetszik ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, valamint ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel erre a csatornára. Hamarosan elérjük a 60 ezer feliratkozót, kimát. Nagyon várom, és akkor szerintem kezdődjön is ez a spooky videó. Let's go! Na itt láthatjátok, hol van itt. Hajnali 2 óra 2 perc van, úgyhogy még van időnk 3 óra 33-ig, de sietnünk kell, mert még előtte ki is kell néznünk, hogy mit rendeljünk. Nem lesz egyszerű ez a helyzet, mert hogy fogom összehozni ezt a 3330 forintot előtte itt most a neten valahogy megpróbálom kigooglizni, hogy mik vannak a burgerben, mert elég ciki lesz, hogyha oda megyek, és azt sem fogom tudni, hogy mit kérjek. Srácok, amúgy nagyon izgulok, úgyhogy ha ti sem mernétek megcsinálni ezt a challenge-et, akkor lájkoljátok ezt a videót! Felmentem akkor a Burger Kingnek a honlapjára, és megnézem a kosarakat, hogy ott miket lehet találni. Egyetlen itt az árak ott lesznek? Nem. Jó, tehát itt már nincsenek árak, akkor fel kéne menni szerintem food órára, vagy nem is tudom ott megnézni, hogy ha rendelnék, tudjátok, a Burger Kingtől, akkor mennyibe kerülne. Na, jó, ugye a food órán most megtaláltam a Burger Kinget, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk tudni választani magunknak. Na, hát az egyszemélyes kosár már alapjáraton 2090 forintba kerül. Ja, Bacon King menü, mondjuk azt nem is eszem meg, de 3710 az már amúgy is kiesen. Chili Cheese Bacon King, de nem is eszek ilyet, mindenféleképpen csirkehúsosat kell keresni, mert én csak azt eszem meg. Ja, de most a marha burgereket nézem. Ja. Csirkés burgerek menüben. Chicken Bacon King menü 3540 már kiesett. Elég nehéz lesz ezt a 3333 forintot, vagy 3330 forintot betartani. Cripsy Chicken menü 2380 forinttól például. De azért megnézem a kosarakat is még egyszer. Vagy nem is a kosarakat, a snackeket akarom megnézni. Nagyon szeretem a nuggets-en. Spicy King Nuggets, 20 darabos, 2790. Na szerintem ezt berakom a kosárba. És ehhez van azt hiszem szósz is, ugye? Nem kérünk hozzá krumplit, mert akkor már nem lesz jó. Na választok hozzá chili cheese szószokat. Ó, de várjatok, ez így megint nem lesz jó. Még hozzáadja a rendszerhasználati díjat is. Meg, hát ez kell basszus egy egész számológép, hogy ezt így ki tudjam számolni. Na jó, srácok, én itt el vagyok magamban, valahogy megpróbálom kiszámítani, aztán elindulunk. Hát lesz, ami lesz, maximum kérek ott segítséget, egy kicsit hülyének fognak nézni, de nekem már amúgy is mindegy. Na, hazaértem. Itt a szerzeményünk, úgyhogy akkor nézzünk bele, hogy miket kaptunk. Van itt rengeteg szósz, ilyen chili cheese szószok, ezeket nagyon szeretem. Aztán a szalvéta. Ez valami fájt igazából. Azért kértem, hogy nyilván megvinjen a 3333 forint. Ehhez elvileg van valami szósz is, vagy ez itt van rajta. Lehet, hogy itt van rajta. Meg nuggetek, a számla, megkaptam hozzá, gondolom ez ehhez van, úgyhogy ennyi, hát elvileg minden okés, benne se látok semmit, mondjuk nézzük meg a szalvétát, mert mindig a szalvétákon van valami, de úgy látom, hogy ez a szalvét, ez tiszta, nuggets ki... Ez valami bunga. Ez mi?
Bocs, srácok, hogy nekem meg bukom van, és ebben ez a pendrive nem jó, szóval hát kell mennem mindenképpen a mamáékhoz, hogy ott megnézem, hogy valamelyik gépbe bele tudom-e tenni. Átjöttem akkor most a mamáékhoz, és elhoztam a kis pendrive-ot. Megpróbálom itt a laptopban megnézni, hogy mi van benne, hiszen otthon ugye nem sikerült. Remélem, hogy a mama laptopjába ez majd bele fog menni. Ebbe az oldalba kell belerakni, vagy ebbe? Hát csak itt vannak cuccok, szóval gondolom, hogy majd ide valahova, ebbe. Talán itt, ebbe bele fog menni. Jó, először kapcsoljuk be a gépet. Oké, srácok, szurkoljatok, mert úgy néz ki, hogy ebbe a gépbe ez belemegy. Király. Na, működik, basszus. Na, mappa megnyitása a fájlok megtekintéshez. Úristen, nagyon izgulok. És meg is nyílt. Az ott! Ez egy videó. 2013. 6. hó 28. Szandinak, nem erd másnak. Úristen, mi ez? Hogy lehet 2013-as videó? Ez itt valami nem stimmel. Szandinak, nem erd másnak. Úristen, most megmerjem nyitni és megmutatni nektek? Hát... Azt írja, hogy nem erd másnak megmutatni. Úristen! Srácok, most azért elég nagy stresszben vagyok. Nem tudom, hogy megmerjem-e egyáltalán nyitni, vagy hogyha én magamnak meg is nyitom, megmutassam-e nektek, mert ott van, hogy nem erd másnak megmutatni. Nem tudom, egyszerűen tanácstalan vagyok. Remélem, hogy nem valami vírus, mert most itt beraktam ezt a pendrive-ot a mamának a gépébe. Úristen! És ami iszonyatosan creepy, hogy 2013. 6. hó 28. Na jó, 3-ra megnyitom. 1, 2, 3. Szia, Szandi! A videóban elrejtettem pár emojit. Ha mindet megtalálod, akkor pontosan tudod, hogy mi a teendőd. Majd jelentkezem. Oké, srácok, ez nagyon félelmetes, ez a videó legalább már 100-szor megnéztem, mert nem tudom, hogy minden emojit megtaláltam-e. Légy, írjátok meg a kommentben, hogy ti milyen emojikat láttatok, valahogy próbáljuk meg megfejteni, hogy mi lehet ez, nekem tényleg fogalmam sincs. Segítsetek, légy, én iszonyúan félek ettől a videótól. Te darabig tuti nem jövök elő a takaró alól. Úgy szerintem egy jó pár évig.